Szeretett testvéreim, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. fejezetéhez érkeztünk. Amint korábban mondtam, hogy most a Péter történetek következnek, mert aztán néhány fejezet múlva megkezdődnek Pál apostol missziói útjai, és utána már a könyv végig ezekről az utakról szól. A 10. fejezet első versétől olvasom a 8. versig. Élt Cézáreában egy Cornélius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Egész háza népével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Ő egyik délután, 3 óra tájban, látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala bemegy hozzá, és megszólítja: Cornélius! Ő pedig rátekintett, és megrémülve kérdezte: mi az, Uram? Erre az angyal ezt mondta neki: imádságaid és alamizsnáid emlékeztetőül feljutottak az Isten elé. Most azért küldj embereket Joppéba, és hivasd magadhoz azt a Simont, akit Péternek is hívnak. Ő egy Simon nevű tímár vendége, akinek a háza a tengerparton van. Miután az angyal, aki vele beszélt, eltűnt, előhívott 2 szolgát és egy istenfélő katonát azok közül, akik állandóan mellette voltak. Ezeknek mindent elmondva elküldte őket Joppéba. Szeretett testvéreim, Cornélius százados megtérésének a története 2 dolgot is hangsúlyossá tesz a számomra, amit továbbadok. Az egyik, hogy majd meglátjuk, Isten micsoda változást visz végbe Péter gondolkodásában, életében, hiszen addig ők azt hitték, hogy a messiás csak a zsidók közé jött, illetve ahhoz, hogy valaki a messiást, Jézust urának fogadja, ahhoz előbb zsidóvá kell lennie. Nagyon bele voltak gyökerezve az ősi hitükbe és annak a rendszerébe. Ez az egyik, amit megfigyelhetünk, hogy milyen mesterien dolgozik az Úr, hogy egy olyan embert, aki nagyon tartja annak az útnak a rendszerét, amiben addig járt, és a zsidó törvényeket átállít, és ezzel előkészíti azt is, ami majd később vita lesz az oszlop apostolok között, Jeruzsálemben is, amikor Pál apostol megindul a pogányok közé. És Péternek ez az esemény, ami bekövetkezett az életében, jelentős lesz abban, hogy ne szakadjon ketté zsidó kereszténységre és pogány kereszténységre az egyház. A másik, amit szeretnék mondani, ez a százados, ez imádkozott, alamizsnát adott, félte az Istent. Valahogy úgy volt, ahogyan majd látjuk, hogy Lidiáék, akik ugye Európában először hallanak Jézusról, kimentek a folyópartra, és ott imádkoztak az élő Istenhez. Ameddig eljuthatott Isten keresésében ez a százados, odáig elment. És nekem nagyon kedves ez, hogy
Isten nagyon komolyan veszi az embereknek az iránta való vágyódását, tiszteletét, közeledését, szomjúságát, és gondoskodik arról, hogy olyan helyzetbe hozza ezt az embert, hogy be tudja fogadni Jézust, és igazán megváltott ember legyen ő is. Emlékszem, ahogy a gyülekezetünkben még fotón voltunk, Erdélyből érkező családok letelepültek ott is, a környékünkön is. Volt egy olyan fiatal családapa, aki itten oktató is lett aztán később, de még teológiára is készült az eredeti otthonából, tehát még oda átról, csak aztán nem vették föl, és amikor ide kerültek a szomszéd kis faluba, és átjártak Isten tiszteletekre, látták a köztünk való ébredést, akkor meglepődve nézték, hogy miről is van szó. Mert ők istenfélő, komolyan szolgálni kész, áldozatkész, és a maguk módján hívő életet éltek. De amikor látták, hogy itt mi történik, egyszer csak szimatot vettek, azaz Isten helyzetbe hozta őket. Ameddig az otthoni lelkipásztor, éppen abban a faluban, ahol laktak, el tudta vezetni őket, meg a környékükön való lelki élet volt, odáig elmentek. De Isten gondoskodott róla, és milyen hálás, boldog örömmel ragadták meg Jézusban az Isten országát. Nagy ajándék, hogy tudhatjuk, hogy ameddig elmehetünk, menjünk el. Aki vágyakozik, Isten majd gondoskodik róla, hogy helyzetbe hozza, úgy, ahogyan itt megtette ezzel a római századossal.